Az apostolok cselekedetei hatodik rész, a görög nyelvűek hét gondozója. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhorost, Nikánort, Timont, Parmenást és Nikolaost, az antióhiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Istvánt elfogják és vádolják. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel beszélt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írás tudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.